Átvette Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök a hivatalát. Reggel Áder János leköszönő államfő fogadta az új köztársasági elnököt a Sándor Palota bejáratánál. Áder János és Novák Katalin együtt vonult be az államfői rezidenciába, majd együtt mentek be az elnöki irodába, és ki a Sándor Palota teraszára. Az új államfőt március 10-én választotta meg az országgyűlés, az ünnepélyes beiktatás szombaton május 14-én lesz. Novák Katalin pontban 8:30-kor érkezett a Sándor Palota bejáratához, ahol Áder János fogadta. Az új és a leköszönő köztársasági elnök együtt vonult be az államfői rezidenciára, amit végig is jártak. Közben hosszan beszélgettek. Az elnöki iroda teraszán kezet fogtak, ezzel az új államfő szimbolikusan is átvette a hivatalát. Novák Katalin Magyarország 6., egyben első női köztársasági elnöke. Az országgyűlés az alaptörvény 10. cikkének első bekezdése alapján Novák Katalint köztársasági elnökké megválasztja. Az országgyűlés március 10-én titkos szavazással több mint kétharmados támogatottsággal választotta államfőnek. Köztársasági elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen. Novák Katalin akkor azt mondta, köztársasági elnökként a békesség embere szeretne lenni. Elnökként is a békesség embere akarok lenni. Annak a generációnak a tagja vagyok, amelyik készen kapta a nemzeti függetlenséget, amelyik békében válhatott nagykorúvá Magyarországon. Nekünk nem kellett az életünket, jövőnket kockáztatnunk az elveinkért, a gondolat és a cselekedet szabadságáért. Hozzátette, világnézettől függetlenül minden magyar köztársasági elnöke szeretne lenni, és a következő 5 évben nőként tetteivel ezen fog dolgozni. Tudom, hogy honnan jöttem, hogy ki vagyok, hogy mi a dolgom. Felkészültem az előttem álló, embert próbáló feladatra. Elmegy a családokhoz, a hívő közösségekbe, a tehetséges fiatalokhoz, a nemzetiségekhez és a határon túli, illetve a diaszpórában élő magyarokhoz is. Novák Katalin úgy összegzett, azokkal lesz, akikhez tartozik, a magyarokkal. Az én dolgom lesz, hogy abba a magasságba emeljem nemzettársaimat, ahol a magyarok magától értetődő összetartozása van. Ott abban a magasságban megértés van, békesség és biztonság. Tudom, nekem kell elsősorban megjeleníteni ezt az összetartozást. Elsősorban, de nem egyedül. Nekem majd minden magyart képviselnem kell. Novák Katalin 1977. szeptember 6-án született Szegeden. 3 gyermek édesanyja. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, majd Szegeden és Párizsban jogot tanult. Angol, francia és német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van, illetve társalgási szinten beszél spanyolul. Több nemzetközi elismerés birtokosa, dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is. Kormányzati pályafutása 2001-ben a külügyminisztériumban kezdődött, ahonnan 2003-ban távozott, hogy otthon lehessen gyermekeivel. 2010-től a külügyminiszter tanácsadója volt. 2014-ben nevezték ki család- és ifjúságügyért felelős államtitkárnak, majd 2020-ban családokért felelős tárca nélküli miniszternek. Novák Katalin nevéhez fűződik egyebek mellett a 2018-as családok éve és a budapesti demográfiai csúcs találkozók megszervezése, illetve több a családalapítás segítő program elindítása is. Női államfőként a gyermekvállalás elősegítése, a családok megerősítése és a családalapítás támogatása lesz a legfontosabb célja. Nem ahhoz képest, hanem annak is köszönhetően kívánok jó köztársasági elnöke lenni Magyarországnak, hogy nő vagyok. Novák Katalin mandátuma 2027-ig szól. Ünnepélyes beiktatása május 14-én, szombaton a Kálvin téri református templomban ökumenikus istentisztelettel kezdődik. Novák Katalin első államfői beszéde ugyanaznap a Kossuth téri díszceremónián hangzik el. Az események nyilvánosak, szombat délután pedig a Sándor Palota is megnyitja kapuit, ahova mindenkit várnak.